Kézi sportok, a szívünk és a lelkünk. Ez Magyarország. Egy ország, melynek területe a 104. legnagyobb a világon. A népessége a 84. a sorban. De ha az éremtáblákra pillantunk, azt látjuk, hogy Magyarország 6. volt a londoni olimpián. 4. a FINA rövidpályás világbajnokságon, és 1. az Európa-bajnokságon 2012-ben. Üdvözöljük a bajnokok földjén! A sikertörténet nagyon rég kezdődött. 1896-ban Athénban Hajós Alfréd nyerte a legelső olimpiai bajnoki címeket. Ezután következett Halmai Zoltán 1904-ben, Csík Ferenc 1936-ban, aki sokakat meglepve győzött 100 gyorson Berlinben. A magyar úszók domináltak az 50-es években, bárhol versenyeztek, csodás napjaik voltak. És az újabb nagyságok egyre csak jöttek, jöttek. Gyarmati Andrea a 70-es években, Vladár Sándor a 80-as években, és további klasszis úszók. Emlékeznek még Szőulra 1988-ra? Egerszegi Krisztina 14 esztendős kislányként tudta legyőzni kelet-német óriás riválisait. Rövidesen ő lett a legfényesebb csillag, a mai napig az egyetlen női úszó a történelemben, aki 5 egyéni olimpiai bajnoki címet nyert. Madrid volt az első nagy győzelem színhelye Darnyi Tamás esetében az 1986-os világbajnokságon. A show pedig folytatódott, amikor Cene Attila nyert Atlantában, az egyes pályán versenyezve. És ne feledkezzünk meg mellúszóinkról. Szabó József 1988-ban, Rózsa Norbert 1996-ban, Kovács Ágnes 2000-ben, és végül, de nem utolsó sorban, Gyurta Dániel 2012-ben Londonban, aki új világrekorddal győzött. Cseh László szintén ideillik, világbajnok és európai hős, akár csak Hosszú Katinka, aki a legjobb női úszó volt 2012 őszén a FINA legrangosabb rövidpályás versenyein. Az úszás mindig kiemelt szerepet játszik a vizes diszciplinák között, de a szerelem Magyarország és a vízilabda között szintén egészen különlegesnek számít. 9 olimpiai bajnoki cím, az utolsó 3 zsinórban 2000 és 2008 között. A válogatott megnyerte a legelső 1973-as világbajnokságot, azt követően is szinte mindig dobogón állt, és a női csapat szintén 2-szer diadalmaskodott. Szintén meg kell említenünk kiváló műugróinkat, akik a kontinentális eseményeken remekeltek időről időre. És a magyaroké volt a legfiatalabb páros a szinkronúszó versenyben, a londoni olimpiai játékokon. Végül, de nem utolsó sorban, a magyar úszók elkezdtek hódítani a nyílt vízi eseményeken, hiszen Risto Véva megnyerte a londoni 10 kilométeres versenyt. Az aranyérmet a FINA elnökétől, dr. Julio Mayonétól vehette át, miközben több alkalommal láthattuk a FINA büró tagjait, amint köszöntik a magyar bajnokokat és osztoznak az örömükben. Azt szeretnénk, ha ma valami hasonló történne, mámor, melyet megoszthatunk mindenkivel, valamint megoszthatunk majd 2021-ben a budapesti világbajnokságon.